gólba és vesz 20 a párizsit. A felderítőknél az a törjük cserepet csináljuk. Ugye a különböző ütőfelületeknek a erősítésére mindenképpen szükség volt. Tudni kellett a felderítőnek azt, azért is gyakorolták, hogy az a fájdalom küszöb, ami van, az minél lejjebb menjen. Tehát a felderítő katonát éppen megütik valamivel, akkor ne rögtön görcsöljön össze, mert fáj, hanem tanulja meg legyőzni a fájdalmat. És ezt a fájdalmat alakítsa át haraggá. De nem is a harag talán a jó szó, hanem egy olyan dühöt képezzen benne, amely erőt ad neki arra, hogy visszavágjon. Felderítő katonáknál ugye, általában elit alakulatoknál is látszik az, amikor léceket törnek el egymáson. Ugye ez is pontosan ezért van, hogy a fájdalomtűrő képesség minél nagyobb legyen. Egy-egy ilyen ütéssel a fájdalomtűrő képességet növelhették. Hozzá kell tenni azt is, hogy a katona rettentő sokat erősödött. A felderítők bármikor kiálltak. És ilyeneket bármikor megcsináltam. Akár legyen szó bemutatóról, akár legyen szó mondjuk egy testnevelés óráról, vagy gyakorlásról. Ugye különböző törési technikák vannak. Az előbb láthattuk, hogy a felderítő katona vállát törték el. A lécet most éppen szétrúgta. Előre mondjuk, ezek nincsenek befűrészelve. Tehát az a filmekben van, hogy törjön. Itt a lécek tényleg úgy törnek, ahogy kell. És ugye ez is sok gyakorlást igényel, hogy úgy üssünk a lécet, hogy az törjön. Hát, esetleg az őrmester bajtás talán erősebben is üthetett volna azzal a léccel, hogy teljesen eltörjön. De így is jó volt. Hát, ha már törtünk lécet, akkor törjünk cserepet is. Mert ugye enélkül nincs bemutató sehol a világon. Ez most, ha jól számoljuk, legalább 3 darab cserép. Megszólaló fegyverdere a háttérből kellő aláfestést biztosít. Ugye a pusztakezes technikák mellett fejleszteni kellett azt is, hogy a rúgó technika is kifinomult legyen, illetve erős legyen az a rúgás, az a célzott rúgás, amit a felderítő katona bevisz az ellenfélnek. Mester Bajtás egy igazi veterán. Hölgyeim és uraim, és akkor most lehet készíteni a fényképezőgépet, a videókamerát. Valószínűleg ezt is csak filmekben láthatják, hogy a tévében. Ugye fokozatosan kell hozzászoktatni ahhoz a katonát, a szervezetét, a fizikumát, hogy képes legyen ezeket a törési technikákat elsajátítani. Látszik az, hogy a bajtárs még kevesebb cserepet tör, viszont el tudja törni. Megvan benne az akarat, ami egy felderítőnél nagyon fontos. Az alázat, hogy tanuljon. Mindezek szükségesek ahhoz, hogy ez működjön. És akkor nézzük egy kis égő cserepet is. Már megint a főtörzsőrmester bajtásért az előbb. Hölgyeim és uraim! Nem, felderítő katonai hagyományok barátok
osztálytársainak nevében köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket. Reméljük át tudják látni azt, illetve át tudják értékelni, hogy egy felderítő katonának milyen felkészülésen kell átesnie, fizikailag mit kell kiállnia. Jó, törjünk még egy kicsit! Köszönjük a figyelmet! További jó szórakozás, hamarosan kezdődik a hadijáték, ahol a felderítők ismét fontos szerepet kapnak. Köszönjük a figyelmüket!